Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Vereséget szenvedett Debrecenben a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Kikapott a felsőházi rájátszás első meccsén a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Nagypinteken a nyíregyházi atlétikai centrumban lesz a hagyományos nyuszi futás. Értelmi fogyatékossággal élők és épp sportolók kézilabdáztak egy csapatban Nyíregyházán. Vereséget szenvedett Debrecenben a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjának 25. fordulójában a Deasz U23-as csapatától kaptak ki 69-63-ra. Nagyon-nagyon kemény fizikai mérkőzés volt. Egyesé volt a fiatalonok ellenünk, és kitalálták ezt a nyerő taktikák. Egész pályán nagyon-nagyon keményen, 40 percet mindegyésztek. Fiatalok erősek, nem engedte nekünk, hogy a támadásból játszunk ez, amit mi akarunk. Ötközés volt. Első felidő valahogy túléltünk, ott a másik felidő megbeszélve találtunk a nyerő taktikát, és volt egy pillanat, 12 pont is vezetünk. De mondtam, múltkor, amikor beszéltünk, ez a hosszú sorozat, ez öt nagyon nehéz meccs, érezhető volt, hogy utána egy kicsikét lefolytunk valahogyan. Olyan elment az erőnk, nem voltunk elég koncentrálva, zicsereket kihagytunk, sok mintát kihagytunk. Hát ez fáradtság. Hosszú-hosszú period után éreztettünk, hogy itt valahogy nem bírtunk a 40 percen. Debrecen nagyon jól játszott, neki is fontos meccs volt. Ne felejtsünk el, ők megverték a Maucot is, ez nem olyan gyenge csapat, hogy lehet bármit mondani, de eredmény alapján látható volt, egy nagyon kőkemény meccs volt. 67-63, ez egy olyan tipikus védő alapján, amit meccsen történt. Rájátszásban vagyunk, most marad utolsó meccs a TFL-en, meglátjuk, mi lesz. A forduló további eredményei a következők: Vasas Akadémia Salgótarján 78-65, Cegléd Jászberény 84-63, Óbudai Kaszások Fót 100-83, Budafok TF Budapest 85-90, MEAFC BKG Prima Akadémia 94-104 és Pécsi VSK Újbuda MAFC 85-87. A tabella élén a Pécs áll 22 győzelemmel és 3 vereséggel. A 11-14-es mutatóval 7. Nyíregyháza az alapszakasz zárófordulójában az azonos mérleggel 6. TF Budapestet fogadja. Edzó az én játékosom volt, sokáig ismerem TF, most ez a szezon jól szerepel, jó igazolt is, de nekik is ebben a bajnokságban volt ez az utolsó period, nagyon kérdés, mi lesz. Még mindig ők nem tisztán 8-ban vannak, és ettől jönnek ide, és újra egy ütközés lesz. Nekik van ez, amit nekünk valahogy nem fekszik, van ez a Ánda Dávid, aki magas, van még két magas Károssi Kelenföldi. Azt kell megoldani taktikailag, meglátjunk. De otthon játszunk, többet fejünk fájszámolással. Igenis, lehet hatodik is lenni, lehet hetedik is lenni, lehet hatodik, hetedik lenni, nem függ tőlünk, más meccstől függ, mi lesz, hatodik is, de érdekes meccs lesz mindenki. Húsvét vasárnap délután 6 órakor lesz a mérkőzés, remélhetőleg sokan lesznek. Mennyi segíthet a közönség? A közönség mindig segít, mindig is mondtam, aki látja ebbe munkában, amit mi végeztünk az utolsó idő alatt, valami, ami jó dolog. Szívesen láttunk, nagyon jó volt érezni múltkori itthoni Cegléd elleni meccs, mennyi segített ez a közönség, és mennyi akarta, hogy mi nyerünk. Ez mindenképpen nagyon nagy segítség ilyen fáradtság után. Ráadásul mondanom kell, hogy elveszítünk a, hogy hívják, végső Bálintot, ez a héten
biztos sérült vállá, és nem tudom, játszani fog, szerintem nem. Akkor újra kell harcolni, kiharcolni, kidolgozni, értünk, fogunk játszani, hogy ők is érezni magát, és szívesen látunk őket itt is, és a rájátszáson is. Vereséggel kezdte a felsőházi rájátszást a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Réki Tamás együttese hazai pályán a Vásztól kapott ki 33-29-re. Új bajnokság, új ellenfél. A felsőházi rájátszásban a C csoportból érkező Vác először lépett pályára Nyírbátorban, és egy 4-1-es kezdéssel jelezte is, hogy pontokért érkezett. A hazaiak aztán utolérték ellenfelüket, sőt a vezetést is átvették, a szünetre azonban 14-15-ös állásnál vonultak le a csapatok. Fordulás után is ragaszkodtak egymáshoz a felek, egészen a 45. percig. Akkor az egyenlítésért támadott a házigazda, de egy kimaradt zicsert követően 5-0-ás sorozatot produkált a Vác. Ezt a különbséget aztán őrizték is a mérkőzés végéig, amely végül 4 gólos nyírbátori vereséggel zárult. Videóról készültünk az ellenfélből, tudtuk, hogy egy gyors, dinamikus csapat, ezt fel is hozták a pályára, úgy gondolom teljesen megérdemelten győzték, vagy szerezték ma 2 pontot. Igaz, ezt kellettünk mi is, sajnos elemi hibákat követtünk el, de azt mondtam, hogy jutnak most az öltözőbe, hogy egyébként úgy gondolom, hogy fizikálisan erősebb, edzettebb csapat nyert. Az első fél idő abszolút kiegyenlített volt, aztán még a második fél idő első negyed órá is talán, ott tette közé azt a különbséget a Vác, ami végül is megmaradt a végéig. Az a periód úgy döntött, hogy az egész meccset nézve is reális ez a különbség. Úgy gondolom, hogy a mai napon reális volt. Ugye kevesen is voltunk, többen hiányoztak közülünk, bár közülük is, azt hozzá kell tegyem. Janika ilyen influenza-szerű betegséggel küzdött, nem találta magát, ugye az is egy olyan sarkalatos pontunk volt, hogy hogyan helyettesítsük, hogyan oldjuk meg. Én úgy gondolom, hogy a védekezésünk volt nagyon, nagyon lagymatag, gyakorlatilag most a statisztikát megnéztem, egy sárgalapot kaptunk meg, egy kiállítást, tehát egy felsőházi rájátszást így kezdeni szerintem nem lehet. Ez fájt. Nem a vereség úgymond zavar a legjobban, nyilván nem szeret senki veszíteni, hanem a miensége, és viszont az akarati tényezőket hiányoltam. Sokkal többet kellett volna fautolnunk, sokkal többet kellett volna ütköznünk, futnunk, de ez most így sikerült, valamiért ma ez nem működött. 3 új ellenfél, 7 mérkőzés vár még rátok. Mi a cél ezen a 7 meccsen? Nyilván tapasztalatot gyűjteni, és hát nyilván mindenik mérkőzésen győzni. Tehát sportemberek vagyunk, tehát nem a vereséget szeretnénk elkerülni sehol, bár tudjuk azt, hogy azért itt a Vác is ugye 3. lett a csoportban, gyakorlatilag van 2 erősebb ellenfél nála, de hát ezt a pályán ugye meg kell nekik is mutatni. Rengeteg olyan mérkőzés volt már az évek során, ahol nem a esélyesebb csapat győzött. Szeretnénk borítani a papírformát idegenbe is, úgy fogunk készülni. Nyilván az edzés látogatottságon sok múlik, de reméljük, hogy minél több sikert tudunk elkönyvelni. Következő mérkőzés? Salgótarjánban egy feljutásra esélyes csapat. Ugye tavaly este ki az NB1-ből, egész sokan maradtak a magasabb osztályból játékosok, rutinosak, agresszívek. Ez egy komplex csapat, ezen a szinten úgy gondolom egy nagyon erős csapat. Nem feltartott kézzel megyünk, szeretnénk meglepetést okozni. Én másik csoportból érkezhetek, először játszott a Vác Nyírbátorban, gondolom valamennyire fel tudhatok készülni, mégis azt kaptátok, amit vártatok a Nyírbátortól? Igen, igen, kellően fel tudtunk szerintem készülni azokból a videókból, amik fel vannak a MKS-nek a honlapján. Sajnos egy olyan malőrbe futottunk bele ezen a héten, hogy több betegünk is lett, ezáltal nem tudtunk abba a létszámba eljönni, amennyibe szerettünk volna, de szerencsére sikeresen vettük ezt az akadályt. Ezen a szinten kifejezetten gyors kézilabdát játszottatok. Milyen volt a pályán az ellenfél? Fura volt, ugye, most így márciusban játszottunk egy másik, teljesen másik csapattal, de ők is egyébként olykor-olykor egy nagyon jó gyors kézilabdát játszottak, és így mi is bele tudtunk menni a saját tempónkba ezáltal. Az első fél idő abszolút kiegyenlített volt, sőt talán a 40. percig fejfej mellett haladtatok. Ott volt egy 5 perces periódus, amikor elépett a Vác. Ettől függetlenül mi döntött a javatokra szerinted? Szerintem a kevesebb taktikai hiba és természetesen jó védekezés, amikor tényleg a védekezésünk összeállt a kapuban is, jött egy-egy fontos védés, ezáltal tudtunk pár gyors gólt szerezni, és azt hiszem, hogy ez lehetett most a különbség, ez a jobb, talán jobb védekezés és kevesebb technikai hiba.
Azt tudjuk, hogy Vácon a női kézilabda élvonalbeli, és népszerű, mennyire népszerű a férfi kézilabda? Nagyon népszerű. Utóbbi időben egyre többen járnak, tényleg már a Váci sportcsarnokban tele van nézőkkel, és utóbbi három meccsünket így is játszottuk. Úgyhogy igen, mind férfibe, mind nőibe nagyon népszerű Vácon a kézilabda. Mi a célotok itt a felsőházi rájátszásban? Szeretnénk minél több pontot tényleg gyűjteni, minél jobb helyezést elérni. Hát a feljutás az sajnos már nehézkes lesz, de tényleg megpróbálunk minél több pontot szerezni, és legjobb helyezést elérni ebbe a csoportba. Kívülről úgy tűnt, hogy nem csak az eredmény után rohantatok, hanem végig rohantátok a meccset, belülről milyen volt? Úgy gondolom, hogy az elején jól bekezdtünk, ott még az első fél időnek az első 15-20 percébe, meg hát úgy mondhatom, hogy az első fél időben úgy még pariban voltunk végig, utána pedig a második fél időre valahogy nagyon rosszul jöttünk ki, ott védekezésben is nagyon sok hibánk volt, de igazából egész mérkőzésen sok hibánk volt védekezésben, és utána pedig már futottunk az eredmény után. Új volt az ellenfél, a csoportban megszokott csapatokhoz képest dinamikusabbak voltak, erősebbek voltak, hogy érezted? Úgy gondolom, hogy igen, tehát egy sokkal dinamikusabb kézilabdát játszottak. Hát igen, fizikálisan is azért vannak azon a szinten, ahol lenniük kell, de igazából mi is, csak mi most nem bírtuk úgy, mint ahogy ők. Amíg hát a hét mérkőzés, mit szeretnétek, gondolom a csapat beszélgetett erről, elérni, ugye a 8-nál rosszabb már nem lehet a 16 csapat közül a nyírbátor, de hát gondolom szeretnétek egy-két helyet feljebb lépni a tabellát. Igyekszünk minden mérkőzésre úgy oda menni, hogy nem feltartott kézzel, tehát igyekszünk a legjobbunkat nyújtani minden mérkőzést. Mondhatom, nyilván nyerni szeretnénk, de igazából teher nélkül tudunk játszani, én úgy gondolom, aztán utána meg lesz, ami lesz. A forduló további eredményei a következők: Hajdúböszörmény DVTK 23-33, Hajdúnánás Salgótarján 23-24 és Hajdúszoboszló Gödöllő 31-25. A tabella élén a 13 pontos Hajdúszoboszló áll, megelőzve a 12 pontos DVTK-t. A 3 ponttal 7. Nyírbátor a jövő hétvégén a 3. Salgótarjánhoz látogat. Nagypénteken 31. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a nyuszi futást. Egy fantasztikus programmal készülünk ebben az évben is, hiszen a tavalyi évet szeretnénk még egy kicsit túl szárnyalni, hiszen 31. alkalommal kerül megrendezésre a Nyíregyházi Sportcentrum nyuszi futás, és hát tavaly közel 2000-en voltak jelen a rendezvényen. A versenyszámok azok maradnak, tehát a 400 méteres köröket kell az óvodásoknak, alsósoknak, felsősöknek és a családi futásban résztvevőknek teljesíteni. Itt lesz újból a cukorágyú, minden versenyszám után eldördül a cukorágyú, érmeket kapnak a gyerekek, minden gyermeket megajándékozunk, egy csodálatos nyuszi futásra külön kialakított érem kerül a gyerekeknek a nyakába, a családi futásnál pedig serleggel fogjuk díjazni az első három helyzetet, és itt viszont érmet nem kapnak, hanem csokoládéval fogjuk díjazni a gyerekeket. Egy hatalmas nagy stáb, tehát 30 fővel dolgozunk majd a rendezvényen, hiszen a Nyíregyházi Sportcentrum kollektívái mellett a Vasvári Pál Gimnázium tanulói közül itt lesznek 9-en és a Bíróné Nádasi Marian által működtetett női kézlabda csapat tagjai is itt lesznek 8 fővel, és ők fognak segíteni a rendezvénynek az avartalan lebonyolítása érdekében. Minden ingyenes a rendezvényen, tehát bárki, többen várunk szeretettel, és ezen a rendezvényen itt lesz viszont a sokak által kedvelt ST22 több mint kamionos Lacika, és szelfizhetnek vele, találkozhatnak vele. Selfie box lesz egyébként külön is, és semmilyen nem kell fizetni, minden ingyenes. Várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Az atlétikai centrumnak ugye van egy gyönyörű tágas csarnok, és ott a szabadtéri rész, melyiken lesz a rendezvény? Az időjárás az gyakorlatilag most úgy látszik, hogy a 22-25 fok várható ezen a napon. Ez minden akkor reggel fog eldőlni, hogy
hogy teljes mértékben kiköltözünk a füves területre, vagy ha éppen valami zápor jönne közbe, akkor nem kell megérni a szülőknek, hiszen mint ahogy tavaly is volt, akkor kint szakadt az eső, és mégis meg tudtuk rendezni, hiszen a csarnok egy csodálatos adottságokkal rendelkezik, és a szülőknek nyugodtak lehetnek, hiszen biztonságban lesznek a gyerekek. Itt lesz újból a Tapsi Express, amiközben körözni fog, minden egyes versenyszám után igénybe vehetik a gyerekek, nagy urálóvár lesz, egy új újdonság lesz, egy játszóház is a pici gyerekeknek, tehát jó fogják érezni magukat, akik kilátogatnak, és fontos, hogy amikor érkeznek, akkor karszalagot kapnak, regisztrálni kell, és a végén az azért fontos, mert a karszalag sorszáma alapján fogunk fantasztikus sok szép tombolát kisorsolni. Speciális kézilabdatornát rendeztek Nyíregyházán. A pályára lépő csapatokat fogyatékossággal élő és épp sportolók alkották. Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy újra házigazdája lehetünk egy ilyen eseménynek. A Magyar Kézilabda Szövetség 15 éve indított egy integrációs folyamatot, ahol hátrányos helyzetű sportolóknak a versenyzését, sportolási lehetőségét vállalta fel. Csörgőlabda bajnokságot rendeztünk nemrégen, és akkor már a szülőnkhöz nőtt a terület. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség 3 olyan területet is felvállal egyébként a hátrányos helyzetű sportolók esetében, amelyet tudjuk őket segíteni. Ez a kerekesszékesek, az értelmi fogyatékos sportolók és a csörgőlabda, ugye? Igazándiból a rendezésben nagyon nagy kihívás jelent a specialitása a történetnek, ugyanis 200 olyan sportoló érkezik hozzánk, akik hátrányos helyzetűek, sokkal több a kísérő, viszont nagyobb az öröm, ugyanis velük együtt dolgozni mindenkinek azért egy plusz élményt ad, és egy olyan nemes célban tud részt venni, amely szerintem mindannyiunknak fontos lehet a jövőben itt. Két helyszínen fognak zajlani egyébként a mérkőzések. Ezen a helyszínen 9 mérkőzés lesz, a másik helyszínen pedig 6 mérkőzés, és 13 csapat érkezett hozzánk, és ebből 3 csapat képviseli a vármegyét. Ugye itt értelmi fogyatékosok és egészségesek vannak egy-egy csapatban. Mennyire hatásos az érzékenyítő program? Azt gondolom, hogy az egyik legjobb módja az érzékenyítésnek. Úgy tudjuk megragadni a fiatalokat a sport szavaival, amelyeket mindenki ért, a fiatalok minden emberhez el tudjuk juttatni, és olyan inspiráló hatása van, hogy szerintem a legjobb módja az érzékenyítésnek. Mi a tapasztalat egyébként, kinek a számára nagyobb élmény egy-egy ilyen mérkőzés, a fogyatékkal élők számára, vagy pedig az egészségesek épek számára? A fogyatékkal élő gyerekeknek egyébként ugyanakkora élmény szerintem, mint az épp sportolók számára, és ugyanannyira komolyan is veszik. Ez számunkra is meglepő volt, de látni őket a mérkőzéseken, látni őket a pályákon, azt veszük észre, hogy nekik ugyanakkora élmény. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség az egyik szervezője ennek a rendezvénynek. Mit kell tudni magáról a szövetségről? Tulajdonképpen a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek a célja, hogy az értelmi fogyatékossággal élő sportolóknak versenyzési és edzési lehetőségeket biztosítson, és itt a kézilabda torna helyszínén ez meg is valósul tulajdonképpen a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával. Milyen sportágak vannak még a kézilabdán kívül a szövetség verkeny belül? 21 sportágunk van, és ebből 16 nyári és 5 téli sport tartozik hozzánk. Beszéljünk a kézilabdáról, hogy néz ki ez a versenyrendszer? 6 fordulóból áll, most jelenleg a 4. forduló helyszínén tartózkodunk, és úgy épül fel, hogy az egész tornának a legelején van egy divizionálás, ami arról szól, hogy a képességszinteknek a behatározásáról van szó tulajdonképpen, és akkor eldől, hogy a 1-től 4. divízióban melyik csapatok fognak játszani képességszintek alapján. Majd pedig a fordulók folyamatosan zajlanak, és a legvégén idén Balatonbogláron lesz a záróforduló megrendezése, ahol egy nagy ünnepség keretében a végső eredményhirdetés fog sorra kerülni. Mennyire népszerű egyébként a fogyatékelő gyerekek körében a kézilabda? Borzasztóan népszerű. Jelenleg a kézilabdásaink mutathatják fel az egyik legnagyobb versenyzői létszámot a 21 sportágaink közül. Ez egy speciális kézilabdatorna, ahol fogyatékkal élők és egészségesek közösen szerepelnek egy-egy csapatban. Mekkora segítség ez az integrációban? Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy segítség, hisz lehetőséget ad a gyerekeknek egyrésztről, hogy megismerjék egymást a két terület, valamint az, hogy megtanuljanak együtt élni, egymással élni, felkészítik arra a társadalmat, hogy attól, hogy különbözőek, mégis egyformák, és ugyanolyan lehetőségeik vannak, és ugyanolyan jók tudnak egy-egy dologban lenni, ami azt gondolom, hogy hosszú távon nagyon-nagyon előremutató. Mennyire népszerű a fogyatékkal élő gyerekek és felnőttek körében maga a sport?
azt gondolom, hogy minden kiszámára fontos, hisz nem csak időtöltés, hanem az egészségi állapotuknak a megtartása, javítása szempontjából is elengedhetetlen, valamint ugyanúgy tagjai a lakóinknak egy része a Magyar Speciális Olimpiai Szövetségnek, és versenyszerűen sportolnak, ami azt gondolom, az pedig azt mutatja meg, hogy mennyi értékes ember van a fogyatékkal élők között nálunk is. Ugye speciális nevelésről van szó, sportról van szó, speciális képességekkel rendelkező szakemberekre is szükség van, hogyan állnak ezen a téren. A munkatársaink között is sok olyan ember van, aki rendelkezik azokkal a képességekkel, tudással, szakképesítéssel, ami arra enged következtetni, hogy a saját köreinken belül is fel tudjuk készíteni a gyerekeket és a felnőtteket, de vannak különböző sportszakemberek, akik segítik a munkánkat, ami azt gondolom, hogy szintén előremutató, amikor a társadalmi integrációról beszélünk. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!